A béke ideje, ez a mottója idén a Bálványosi Szabad Egyetemnek, ami most is iránytű szeretne lenni a világpolitikai folyamatok megértésében. A szokásokhoz híven Orbán Viktor is előadást tart szombaton, a miniszterelnök már meg is érkezett Tusnád fürdőre. Kapcsolunk a helyszínre, Bot Esztertől jönnek a részletek. Jó estét kívánok! A célegyenesbe érkezett a 32. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor, vagyis közismertebb nevén Tusványos. A politikai közéleti panelbeszélgetések ma nagy részt befejeződtek, holnap pedig Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is itt lesz, és a béke ideje címmel tartanak egy politikai fórumot. Itt áll mellettem Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke, aki egyben egyébként a Szabad Egyetem programfelelőse is. Krisztina, mit mondhatunk el a mai nap közéleti politikai programjáról, milyen témákat jártak körül itt a meghívottak? Hagyományosan immár egy jó pár éve a péntek délelőtt az egy nagy nemzetpolitikai kerekasztalnak az ideje, amikor a kárpát-medencei magyar politikai szervezetek elnöki szinten képviselve részt vesznek egy nagy kerekasztalon, megbeszélve a nemzetpolitika aktuális kérdéseit. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes és Zsigmond Barna Pál miniszteri biztos társaságában, valamint Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelenlétében. Ez így történt ma délelőtt is, és úgy, ahogy azt hirdettük is, a háború az egy erős központi témája volt az idei Tusványosnak, a motto is ugye erre utalt, és ma is volt olyan beszélgetés több program sátorban is, amely ennek a gazdasági, politikai, társadalmi hatásait járta körbe. Milyen fő tanulságokat vonhatunk le egy az idei Tusványosról, hogyha ezt meg lehet így fogalmazni? Talán egy kicsit még korai, mert hogy igazából holnap ér véget a Szabad Egyetem. Amit eddig láttam, tapasztaltam és hallottam, nyilván, hogy a hivatalos programrészek mellett legalább olyan fontosak a kötetlen beszélgetések is, és a különféle külön folytatott háttérbeszélgetések. Olyan programokat szoktak ilyenkor kitalálni, vagy megalapozni a résztvevő felek, amelyeket jó eséllyel tovább visznek a későbbiekben. Az biztos, hogy elhangzott több helyen is már a megnyitás is, hogy a háborús helyzetben a kisebbségvédelem háttérbe szorult, és még kevésbé élvez prioritást az Európai Unióban, de világszinten is, és ez nehezebb helyzetbe hoz minket, erdélyi magyar közösséget. Nagyon sok szó esett minden nap a jövőévi választásokról, amely ugye amelyből szám szerint négy darab lesz Romániában, ugyanakkor Magyarországon is önkormányzati választásra készülnek, és hát ez a legfontosabb megállapítás, hogy bár nehezebb helyzetben vagyunk, mégis azért az itt jelenlevő politikai döntéshozók, véleményformálók kitartásra, következetességre és a munka folytatására biztatnak minden szinten mindenkit. Itt az imént említettük már, hogy a béke az tulajdonképpen nagyon sok panelbeszélgetésnek szolgáltatott alapul, de emellett még milyen más témakörök voltak idén kiemeltek? Én a három nagy csoportba soroltam, a háborús témakör volt az egyik, a második a nemzetpolitika, ami most már évtizedek óta hangsúlyos csomagja a mindenkori tusványosi programnak, a harmadik pedig a gazdasági témakör. Tehát a gazdasági témakörön belül ilyen témákat tárgyaltak az itt jelenlevők, mint például az energiaválság, ami ugye nagyon időszerű, hiszen mindenki tapasztalja hónapról hónapra, hogy hogyan változik az energiaszámla, az ehhez kapcsolódó fenntarthatóság és esetleges alternatívák átbeszélése szintén téma volt. Ugyanide tartozik a turizmusfejlesztés, a gazdasági kilátások az agrárium területén. Ezek korábbi években is kiemelt részei voltak a programnak, de idén is, hiszen egy folyamatos cél, hogy például a turizmus Székelyföldön milyen formában, hogyan lehet fejleszteni. Erről több beszélgetés is zajlott, vállalkozásfejlesztésről úgy szintén. És hát nagyon, nagyon szépen színesítik ezeket a komolyabb közéleti politikai tartalmakat az ilyen érdekes és hogy mondjam, népszerűbb témák, mint amikor például egy székely márka értékelésről beszélünk, vagy településfejlesztési stratégiáról, vagy hogy hogyan működnek együtt különböző polgármesterek frontvárosokban, vagy éppen magyar többségű városokban, ellenzékben, vagy többségben. És hát ehhez aztán még inkább hozzájárulnak a mondjuk pálinkakóstolóval kapcsolatos, épp most ért véget itt egy olyan előadás, ami pálinkakóstolóval kapcsolatos volt, és hát különféle ételital különlegessége kapcsán is vannak beszélgetések. És holnap érkezik Orbán Viktor miniszterelnök is, rendkívül nagy biztonsági intézkedéseket hoztak idén, melyek ezek?
Hát egyrészt regisztrációhoz kötöttük, a Szabad Egyetem életében először a szombati előadáson való részvételt. Szeretném kihangsúlyozni most élőben, hogy este 10 óráig, tehát erdélyi idő szerint este 22 óráig lehet még regisztrálni mindenkinek, aki szeretne részt venni az előadáson. Sándor Krisztinának köszönjük szépen. Tehát, ahogy hallottuk, Orbán Viktor miniszterelnök holnap látogat ide Tusnádfürdőre, viszont a megjelenés mindenképpen regisztrációhoz kötött, érdemes tehát regisztrálni még ma. Bot Eszternek köszönjük szépen.